Ez az első videó a magyarországi koraújkori történelmet bemutató tananyag előzményei között. Ahhoz, hogy általában török hódoltján néven, így török hódoltság időszakának emlegetett időszakot jól értse, fontos látnia, hogy Európában, illetve az Európa körüli területeken milyen nagyon fontos változások zajlottak, és ezek hogyan befolyásolták a magyar történelmet. A mi szempontunkból most röviden szeretném vázolni a fontos jellemzőket. Mátyás halála után a Jagelló dinasztia került trónra Magyarországon, amely nem csak magyar, hanem cseh uralkodó is volt, és így ebben az időszakban Magyarország és Csehország personál unióban állt egymással. Tőlünk nyugatra láthatóak a Habsburg területek, ez a sötét magenta vagy valami hasonló árnyalat, és ugye már tanultak a Habsburg dinasztiáról, a 16.-17. századi Habsburg dominanciáról, és remélhetőleg észreveszik, hogy ekkor még közel sem vált olyan meghatározóvá a Habsburg dinasztia Európában, mint a 16. század mondjuk közepére. Ami fontos, hogy már ekkor is létezett és jelentős területeket birtokolt a dinasztia, és ami a Habsburgokon kívül számunkra még érdekes lesz, az az ottomán dinasztia, vagy az oszmán dinasztia, a török szultánság. Kicsit menjünk tovább az időben. Ugye említettem a 16. század közepét. Itt már látható, hogy a narancssárgával jelölt területek alkották a Habsburgok európai birodalmát. Ezen kívül a Habsburg uralkodó 5. Károly német-római császár is volt. Erről majd egy picit később beszélek. Tehát jól látható, hogy Magyarország a 16. század közepére már elveszítette a korábbi önállóságát, és a nyugati északi része az a Habsburgok által uralt tartomány volt, még az ország közepe, illetve a keleti fele török uralom alatt állt, közvetlen vagy közvetett uralomra gondolok, erről majd később fogok beszélni. Ami a számunkra fontos a Habsburgokkal kapcsolatban, hogy itt lent láthatják Habsburg Károlyt, 5. Károlyt. Ő volt a nagy birodalom építő, akinek sikeres házassága, illetve örököise tette lehetővé ezt a hatalmas európai dominanciát kialakító Habsburg birodalom létrejöttét. 5. Károly, mivel nem tudta megoldani a reformáció által kiváltott vallási és politikai problémákat, a németországi augsburgi vallásbéke után 1557-től már nem uralkodó, lemondott, és a birodalmát ketté osztotta a fia, II. Fülöp spanyol király, és az öccse, első Ferdinand, osztrák főherceg között. Spanyol uralkodóként II. Fülöp Németalföldet, Spanyolországot, Dél-Itáliát, a Nápolyi Királyságot, valamint Észak-Itáliában Milánó környékét birtokolta, míg első Ferdinand megkapta a német-római császári címet, az osztrák tartományokat, megörökölte II. Lajos halál, magyar király halála után, ugye, aki a Mohácsi csatában vesztette életét, tehát megörökölték a Habsburgok tőle
Csehországot, Sziléziát, valamint a Magyar Királyságnak azt a részét is ők birtokolták, amelyet nem foglaltak el a törökök. Az a tény, hogy az osztrák Habsburgok, német-római császárok is voltak, az annyiból számított, hogy a német-római császárság uraként, bár nem rendelkeztek közvetlen hatalommal a tartományok felett, ugye pont erről szólt a 30 éves háború, amelynek során a német tartományok gyakorlatilag teljesen függetlenséget, önállóságot harcoltak ki, de mégis igénybe vehették a német tartományok katonai erejét szükség esetén, erre többször sor is került, illetve állandó pénzügyi segélyt kértek a tartományoktól, amelyek nyilvánvalóan saját jól felfogott érdekükben fizettek is, és ez az extra pénz jövedelem tette lehetővé, hogy a Magyarországon kialakult katonai helyzetet a Habsburgok kezelni tudják, és fel tudják tartóztatni a török előre nyomulást, amely például 1529-ben Bécs ostromával is megpróbálkozott, de sikertelenül, köszönhetően többek között a német tartományokból érkező anyagi és katonai támogatásnak. Tehát jól látható, hogy a Habsburgok voltak az egyik legnagyobb, legfontosabb szereplők az európai kontinens színpadán a 16-17. Században. Ők birtokolták Magyarország egy jó részét, és az ő politikájuk határozta meg részben, hogy mi is történt a magyarokkal a 16-17. Században. A Habsburgok mellett az oszmánok voltak a másik nagy meghatározó szereplői ennek a századnak, illetve ennek az időszaknak. Ez a térkép már az 1566-os állapotokat mutatja. Jól látható, hogy 1453 és 1566 között nagyon intenzíven, dinamikusan terjeszkedtek az oszmánok, és a csúcsot első Szulejmán, vagy törvényhozó Szulejmán uralma alatt érték el. Nos, ez a Szulejmán volt az az uralkodó, aki, mégis keresem a képét, aki a jobb oldalon látható a képen, megszállta Magyarországot, ő volt a Mohácsi csatában a török hadak fővezére, neki köszönhették az oszmánok, hogy egészen Közép-Európa szívéig tudtak előre nyomulni, megostromolták Bécset, ugye említettem 1529-ben ugyan sikertelenül, de mégis ez nagyon komoly előre haladás volt az oszmánok számára, akiknek a birodalma ekkoriban már a gyakorlatilag három kontinensre terjedt ki, hiszen jól látható, hogy egyrészt birtokolták az Európában a Balkán félszigetet és a Kárpát-medence nagy részét, akkor rendelkeztek a Fekete-tenger északi partvidékével, vagy a keleti és déli és nyugati partvidékével, de gyakorlatilag egy beltengerré változtatták a Fekete-tengert. Ővéké volt Kis-Ázsia, a mai Szíria, ővéké volt a általunk korábban Mezopotámia néven ismert terület, a mai Irak elsősorban, valamint Perzsia egyes részei, birtokolták az arab félsziget partmenti területeit a két nagy szent várossal, Medinával és Mekkával, ővéké volt a mai Izrael, Palesztina területe, Jeruzsálemmel, ami szintén egy fontos vallási központ volt, ővéké volt Egyiptom, valamint az észak-afrikai kontinens jelentős része is. Jól látható, hogy ez a birodalom ez sokkal nagyobb volt, mint a Habsburgoké. A lakosság az körülbelül 30 millió volt a 16. század végén, amikor Szulejmán legyőzte a magyar uralkodó
hadseregét Mohácsnál, akkor még csak 12-13 milliónál tartottak, de nyilvánvalóan ez is óriási fölényt jelentett a körülbelül 3,5-4 milliós Magyarországgal szemben. Ami viszont egyértelmű, és erről a korábbi tanulmányok során kaptak is információt, hogy az oszmán birodalom egy nagyon jól szervezett, nagyon hatékonyan működő, központosított állam volt, amelyben jelentős adóbevételek álltak rendelkezésre, és ebből a pénzből óriási hadsereget, valamint flottát tartottak fent az oszmán szultánok. Ez a hadsereg, csak hogy próbáljam érzékeltetni, körülbelül 60-70-80 ezer állandóan hadba hívható, jól képzett katonából állt, amely mellett a szultán által fizetett janicsárok, tehát zsoldos csapatok is léteztek. Ezek kizárólag katonáskodással foglalkoztak, és ők voltak az elit alakulatok a török hadseregben. De még, ugye ez egy ilyen 15-20 ezer fő lehetett, de emellett még több tízezerre tehető az önkéntes, úgynevezett irreguláris katonák száma, akik egy-egy hadjárat kedvéért csatlakoztak a török hadsereghez, és ők elsősorban fosztogatással, megfélemlítéssel, zavarkeltéssel járultak hozzá a hadjáratok sikeréhez. Tehát egy rendkívül nagy török hadseregről beszélünk, amely akkor legfejlettebb tüzérségét is a magáénak tudta. És ami igazán fontos még, és ez a kép, amelyet az imént mutattam, oké, mindjárt előkeresem, igen, tehát ezen a képen Szulejmán egy európai uralkodóval látható, egy közös selfie, mondhatnám, nyilván nem az, de lényeg az, hogy eljött a találós kérdés ideje, melyik nagy európai ország uralkodója volt olyan szuperjó kapcsolatban a muszlim vallású Szulejmánnal, hogy egy közös kép is készült róluk. 3 másodpercet kapnak, hogy gondolják át a válaszukat, addig én visszahoznám a térképet, hát ha ez egy picit segít. Az idő letelt, a válasz pedig nem más, mint Franciaország. Így van, pontosan Franciaország volt az az állam, amely több száz éven keresztül rendkívül szoros szövetséges kapcsolatban állt az oszmánokkal. Ennek az oka pedig nem volt más, mint a Habsburg dominancia, hiszen a Habsburgok egyszerre jelentettek fenyegetést, problémát, akadályt az oszmánoknak és a franciáknak is. Jól látható a térképen, hogy a narancssárga színű területek azért szinte harapófogóba zárják a francia királyságot, és a francia külpolitika célja ezekben az évszázadokban nem volt más, mint ennek a harapófogónak a megtörése, a Habsburg hatalom minél jobban történő visszaszorítása volt, és például a 30 éves háborúban is ez motiválta őket, hogy csatlakozzanak a protestáns német fejedelmek oldalára, valamint biztos emlékeznek rá, 14. Lajos külpolitikai célja is az volt, hogy leváltva a Habsburg dominanciát, francia uralom alá hajtsa Európának jelentős részét, ám végül ez a próbálkozások kudarcot vallotta épp az újra megerősödő Habsburg ellenállás miatt. Nos, tehát jól látható, hogy Európa politikáját, az európai eseményeket a Habsburgok, a franciák, valamint az oszmánok tudták a leginkább befolyásolni, és ezeknek a szereplőknek a döntései nagyon nagy mértékben meghatározták a 16-17. Századi Magyarországon zajló eseményeket. Köszönöm a figyelmüket!